A Superstock mezőnye is iszonyatosan kemény, hisz a pilóták majdnem egytől egyig ugyanazok, mint a Superbike kategóriában, csak stock gépeken ülnek. Az időmérők után a rajtrács a következő. Cummins, Farkar és Emer. Utánuk jön a kőkemény Seely, majd Hutchinson, Loger, Dunlop, McGuinness és Rutter. Bitter Sándor a 49. helyről rajtolhat. A rajt pillanatában a Kawasaki is Farkar nagyon szépen kilő. Az első helyről induló Cummins beragad, Hutchinson is megelőzi, Amor pedig előre tör. A mezőnyt eleinte Farkar vezeti, de szorosan mögötte ott van Cummins, akiről tudjuk, hogy ezt nem fogja annyiba hagyni. Őket követi a Hutchinson-Emer páros. Seely közben kikerüli a kavás Ian Logert, mintha egy hetedik fokozat is lenne a gépében. Cummins nem hajlandó beletörődni a második helybe, beszúr Farkarnek féktávon, de a kigyorsításnál nincs tapadás és átdobja a motor, hatalmasat esik, Farkar épp hogy csak megúszza. Az első kör végén az élen már Emer a negyedik helyről tör előre. Mögötte jön Seely és Hutchinson, Farkar a negyedik. Az első négyes már nagyon elnyúlt a mezőnytől. Bitter ez alatt a 34. helyről próbál előre törni, követve Sweeneyt. Iszonyatos küzdelem folyik az élmezőnyben, szinte vérre mennek a srácok. A harmadik körnél járva Farkar láthatóan nem akarja elfogadni, hogy Emer nyerjen, és minden lehetséges alkalmat megragad, hogy keresztbe húzza a BMW számításait. Az új S1000RR azonban pokoli gyors, és Emer szinte mindig visszaelőzi ellenfeleit a hosszú egyenesek végére. A verseny vége felé közeledve, mintha egy kicsit szétszakadna a négyes, de Seely megint nagyot hajt, hogy megpróbálja a lehetetlent a harmadik helyről. Hutchinson sem marad le, ő a negyedik helyről várja azt a pillanatot, amikor lecsaphat. Seelyék az utolsó körre teljesen felzárkóznak, így a küzdelem egyre szorosabb. Bittere közben már a 30. helyen jön, Hennigan mögött. Hutchinson megragadja a lehetőséget, és a sikánoknál őrült tempóban szúr be Seelynek. Hihetetlen, ami a Superstock mezőny elejében folyik, mindenki a győzelemre tör. Hutchinson szárnyakat kapott, kihasználja a szélárnyékot, már Emernek megy be féktávon. Emer részbe kap és megmutatja a fiúknak, hogy miért is a BMW a legerősebb sportmotor a Superstock mezőnyben, ugyanis a futam végére nagyon elhúz, meg is tudja tartani az első helyét. A háta mögötte közben a trió áldász küzdelmet vív egymással. A befutóra az élovas BMW-stől már lehetetlen elvenni a győzelmet, hiába minden próbálkozás, Keith Emer megnyeli első Northwest 200 versenyét. Mögötte szorosan Hutchinson, Farkar és Seely. Lemarad a tőlük Rutter, Dunlop, Martin és Loger ért célba. Az újonc Bitter a 33. helye hozza be a képet. A Northwest 200-on végül is egy elég, hát azt mondom, hogy szerencsém volt, hiszen minden kategóriában tudtam indulni, ez is volt a cél, hogy ami nekem fontos volt, hogy amit ismerek ugye egy Suzuki-val a Superstockban, és amitől a csodát vártam, a Superbike-ban egy Hydrex Honda volt. Ez egy félig gyári támogatású motor, de ugye évjárat miatt szóval kicsit öregebb volt, mint amire én számítottam. De ehhez képest az eredmény azért jól alakult. Hozzáteszem, hogy amikor a második Superbike futam, a 26. lettem összetettbe, és a harmadik legjobb újonc, akkor ez szerencsém is volt. De hát a stockban meg voltam őrülve. Egyrészt azért, mert a lehetőségek sora az olyan tehát szinte sokkot kaptam attól, hogy ilyen létezik, hogy 2-3 kört sikerült jól mennem, ezzel valamennyire felhívtam magamra a figyelmet, és viszont a csapat, amit biztosított számolom a tartás, sajnos tönkretettem, tehát kicsit túlhajszoltam, és egy másik ilyen csapat megkeresett, ők adtak egy motort, és a gyári Suzuki ebben a szegmensben nagyon híresek, az ő csapatfőnöke adott hozzá egy blokkot, tehát egy kicsit ilyen hibrid motor volt, de nagyon jó volt, tehát nagyon jó volt vele menni, és tényleg nagyon vártam a Superstock futamot, és összetett be, 23. helyig jöttem fel. Csak annyira meg voltam már bolondulva, az adrenalin szintem olyan magas volt, hogy sajnos fellöktem egy versenyzőt, meg én se tudtam bevenni a célkanyart, és 10 helyembe került ez, amíg visszakeveredtem a pályára. És így lettem végül is ott a második, de az lehettem volna első. Hát nekem egy ilyen később tudtam meg, ezért mondom, hogy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy a második és harmadik legjobb újonc lettem. Kis félve szálltam fel az újoncoknak szervezett, ugye van egy olyan kötelező edzés, amikor egy busszal megyünk körbe ezen a 15 km-es körön, és ott láttam, hogy 17 vagy 18 ellenfél van, és csupa BSB nagymenő, szóval nem nagyon adtam esélyt magamnak arra, hogy sikerül a dobogóra állni. Tulajdonképpen a Man-szigetre való készülésnek szántam én a Northwest 200-at. Természetesen egy nagy kihívás volt, és örültem a jó eredménynek, de végül úgy döntöttem, hogy azzal az angol 2008-ban ennél a csapatnál versenyeztem, hogy ez a csapat nem tudta biztosítani számomra azt a technikai hátteret, amivel akár a tavalyi eredményemet tudtam volna produkálni, és ezt semmiképp nem szerettem volna lerombolni. Tehát inkább várok egy évet, és
több ír versenyen indulok, meg a Macau Grand Prix-n, és akkor majd jövőre, hogyha biztos vagyok magamban, meg a technikában, akkor támadás. Látogassátok a megújult www.motorshow1.hu oldalt, ugyanis rengeteg új videót, műsort és hírt találhattok. Ezen kívül várjuk a szerkesztők jelentkezését is, akik csapatunkba tartoznának, tehát www.motorshow1.hu. Jövő héten Motorshow 1, két hét múlva pedig Motorsport itt a Sport 1-en. Sziasztok!